Javításra készültek a félegyházi Honvéd játékosai. Az első fordulóban ugyanis az újonc Nagybaracska ellen idegenben 2-0-ás vereséget szenvedtek. Ezúttal a Kalocsa együttese volt az ellenfél, akik ellen a 18. percben egy szabálytalanság után 11-esből Katona Balázs révén a félegyháziaké lett az előny. A játékvezető az első félidő hajrájában ismét büntetőt ítélt, de ezúttal a vendégek javára, aminek értékesítése után 1-1-es állással mentek pihenőre a csapatok. A szünet után nem sokáig maradt döntetlen az eredmény, mert egy kavarodásból a Kalocsa megszerezte a vezetést. Az 58. percben szögletből Kneiser Krisztián fejesével azonban a félegyháziak egalizáltak, amivel egyben a végeredményt is kialakították. A 2-2-es döntetlen után a Honvéd edzője értékelt. Mindenképp azt szerettem volna, hogy gólokat rúgjunk, ezért is játszottunk 3 csatárral általában, meg kicsit támadóbb szellemben, mint szoktunk. Ez a védekezésünkön talán látszott is, mert elég hiányos volt itt-ott, de úgy gondoltam, hogy hazai pályán csak a győzelem elfogadható, és ezért támadni akartunk nagyon mindenáron. Sajnos még a kapu előtt az utolsó passzok igazság hiányzik a csapatból, de ez az összeszokatlanság meg a fiatalságnak is a köszönhető, de reméljük, hogy majd alakul. Nagyon nehéz egy embert kiemelni, de Bertáronnal mindenképp elégedett voltam az a korábbi hetek játéka után, meg tavasz játéka után ő nagyon sokat fejlődött, és elsősorban mentálisan nagyon oda tette magát, és nagyon jól játszott. De igazából többiek is elégedett voltam, egy kicsit a védelem volt sokszor kapkodó, de többiekkel aránylag. Még a passzokkal vagyunk, meg a higgadság hiányzik legjobban, ami azon múlik, hogy utolsó passzok sikerüljenek és helyzetbe kerüljünk a kapuját. Hazai pályán a félegyháziak új igazolásai is bemutatkoztak, akik közül Kneiser Krisztián egyből góllal debütált. Mivel nem nyertünk, így abszolút nem lehetek elégedett. Annak örülök, hogy gólt lőttem, legalább így be tudtam mutatkozni a helyi közönségnek, de azért még menni fog ez jobban is. A Honvéd legközelebb augusztus 28-án szombaton délután 5 órától a Harta együttesével mérkőzik, szintén hazai pályán.